Hogyan változtassuk a kiskutyánkat? Vicsorgó fenevaddá, kérem szépen rövidke videócska arról, hogy hogyan idomítsunk kutyát, vagyis hogy a kutya valódi hasznunkra legyen, és tényleg segítsen minket, ne csak akkor reagáljon, hogyha minket leölnek, és elmenjen megbosszulni minket. De miközben így jártam a kutyával, ráébredtem egy apró kis igazságra, amit szeretnék veletek megosztani. Aki szereti használni a kutyát mégiscsak, és van egy módja, hogy hogyan ébresszük fel a kutyánkban a vadász ösztönt, és még azelőtt letámadja az illetőt, mielőtt az minket lelőne, de ehhez valójában nekünk is elég ügyesnek kell lenni. De mielőtt rátérnénk egy kicsit a játékmenetről, SC2010 és Holographic Sight, hogy miért pont Holographic Sight, mert beszéltem az egyik ismerősemmel játék közben, és mondta, hogy há, mostanában mindenki Holographic Sightot használ. Így hát kipróbáltam én is, hogy még mindig annyira idegesítője, mint MV2, MV3 és az összes többi Call of Duty-ban volt. Így hát rá kellett jönnöm, hogy még mindig ugyanolyan idegesítő, viszont még mindig annyira segítő darabja a kollekciónak középtávú lövéseknél. Úgyhogy aki szereti, vagyis aki ki akarja próbálni, vagy challenge miatt szükség van rá, azt mondom, hogy egy ilyen közepes méretű pályákon, ilyen közepes távokat kell lőni, arra a Holographic Sight nagyon kényelmes célzó eszközé válik. Ezt nem látjátok, jó? Igen, ez az, aminek látszik, de hát ez az előszele a következő dokumentumfilmnek. Na, mindegy. Szóval, amit látjátok, mögöttem van egy kutya, mi fog itt történni, lövök egyet, ugye? Lövök még egyet. Közben itt van egy tag rögtön jobbra, amit a kutya észrevesz, és megtámadja. Miért támadta meg, ugye? Mégis valamiért megtámadta. Miért támadta meg azt a tagot a kutya? Szóval ez lenne a bölcselet kérdés, és erre jöttem rá, hogy tulajdonképpen, hogy itt a trükk is, hogy hogyan kellene használni a kutyát, és amíg itt szépen végigmegyek a kiszirken, és a kutya segítsége által, mert ő végig is hozott nekem egy killt, és úgy kell elfogadni a kutyát, hogy ő nem jobb mondjuk, mint egy Trinity Rocket, vagy egy Predator Rocket a régi kodokban, hozzon vele egy killt, max 2-t, nagyon ritkán 3-at is. Szóval, és azt meg kell érteni, hogy a kutya az nem egy olyan aktív killstreak mondjuk, mint a helikopter, hogy magától hozza le a killstreaket, vagy nem egy olyan aktív killstreak, mint egy Trinity Rocket, hogy te irányítod, de mégis van egy trükkje, hogy irányítsd a kutyát. De alapvetően azt meg kell érteni, hogy tényleg csak segítőtárs, kiegészít, nem helyetted öl igazából, és valóban csak egy vigyázó funkciót lát el, és nem is annyira buta, mint amennyire látszik, de ahhoz valóban a te segítséget kell neki, hogy afféle parancsot adj, hogy támadás van. Így hát az elkövetkezendő játékokban egy apró tényre szeretnék rávilágítani, amit már most megkezdek elmondani. Tehát alapvetően a kutya akkor támad, ha nagyon közelébe van egy ellenfél, van, hogy sajnos lassan reagál. Ezért mondom, hogy csak kiegészítő. Tehát ez a magától támad dolog akkor válik be, ha nagyon közel kerül hozzá egy ellenfél, akkor letámadja. Van egy másik dolog, amikor a kutya támadni kezd, és az biztos vagyok benne, hogy mindenki észrevette, mint ahogy az előző állításomat is, hogyha a kutyára rálőnek, akkor is megtámadja az illetőt, és a következő jelenet sorozatban majd igazából ezt is fogjátok látni, hogyha egy ellenfél nagyon közel van, akkor a kutya rátámad, továbbá, hogyha rá fognak lőni, akkor is meg fogja támadni az illetőt. Ezzel a kettővel eddig tisztában voltunk, ugye, de mindig van az a pont, amikor a kutya nem csinál semmit, és pedig akkor rohadtul kéne, és akkor jön el az a pont, amikor gyakorlatilag neked kell megmutatni azt, hogy kit kell megtámadjon a kutya, és azt én úgy vettem észre, tehát János játszottam, és néztem, hogy ez a rohadt dög miért nem támad, hiszen ott az ellenfél, vagy hát tudom, hogy onnan jön, és rájöttem, hogy addig rohadtul nem fog-e semmit sem csinálni, amíg az ellenfél vissza nem lő. Tehát, hogyha te kicsit megsérülsz, vagy már egy-két golya az irányodba repül, a kutya támadni fog. Láttátok, itt is közel volt az ellenfél, a kutya már támadta volna.
Szóval egy kicsit meg kell sérülj, vagy már eleve el kell repüljön egy-két golyó az irányodba, a kutya akkor fog támadni. Ugyebár, és hogyan kell ezt elérni? Tehát látjátok, itt is a kutya már megindult volna, mert megsérültem, és repültek a golyók. És az előző jelenetben is, ott a pályán egy golyó elrepült tök véletlenül, és a kutya már megtámadta az illetőt. Szóval, a másik pedig ugye, hogy hát akkor mutassuk meg a kutyának azt, hogy kit kell megtámadni. Itt is behívom a kutyát. Azt tudom, hogy a kutyák nagyon magasról nem ugranak le, ezért én itt leugrom, de tudom ugye, hogy B-nél ott az ellenfél, és a kutya szépen kerül, és aki szembe van vele, gyakorlatilag azt megmutattam neki, és akkor bizony megtámadja. Szóval egy kicsit meg kell mutatni a kutyának, hogy kit kell megtámadni. Imént ugye lőnek rám, meglőtték, és már támadja is gyakorlatilag. Ez az egyetlen automatikus támadás a kutyának, de a következő az, ha megmutatod neki, hogy kit kell letámadni. Úgyhogy szerintem itt lassan váltunk is a következő jelenetre, ami igen érdekes a mi szempontunkból. Szépen össze fogom szedni a kutyát nagy nehezen. Úgy annyira összeszedem a kutyát, hogy kiürül a táram gyakorlatilag, és akkor úgy voltam vele, hogy na most kipróbálom élesbe teljesen a módszeremet, hogy mennyire működik, nem megyek el oda, hogy szerezzek-e másik fegyvert és a többi, hanem fogom és kifogyasztom a táramat furra, és hogy mennyire működik ez a kutyás trükk, és hál' Istennek azt kell mondjam, hogy beválik, de az az igazság, hogy megkértened, hogy ha nagyon rusher vagy, a kutya nem jó killstreak neked, ha nagyon kemper vagy, akkor sem jó neked a kutya, mint killstreak, mert nem fogja elvégezni a feladatát. A kutya akkor nagyon jó, hogyha egy megfontolt taktikai játékos vagy, mert akkor igen jól fogod tudni használni is, úgyhogy nem szabad beállni, se kempelni, se agyonrásolni magad a kutyából, mert úgy nem lesz az igazi, és nem fogja tudni teljesíteni a feladatát. Szóval ez az egyik kulcson, ne nagyon rásolj, ne túl rásolj magad, ha kutyával vagy, és ne kempel túl magad, hanem egy váltsát egy lassúbb, taktikai, megfontoltabb lépésben. Ugye íme itt nincs lőszerem, mi történik a jelenetben hamarosan? Gyakorlatilag az lesz, hogy ha jól emlékszem, észre fognak venni. Igen, ott a tag, látjátok? Egy kicsit meglőtt, a kutya mit csinál? Már is fut. Észrevettem a tagot, egy kicsit meglőtt, és kutya már is leszette, értelemszerűen leszedi a következőt is, aki az útjában jön. A kutya következő funkciója, a tényleges védelem, szóval, hogyha észrevesznek, már pedig az a csávó tudta, hogy ott van, tehát tényleg megvéd igazából, hogyha nagyon-nagyon szorult helyzetben vagy, de ahhoz tényleg nagyon szorult helyzetben kell lenned, mint például egy kicsit megsérülsz, vagy az illető felé lősz, és akkor úgy is beválik. Na most ez lett volna a rövid idomító videó, remélem tetszett, remélem beválik a tipp, tehát egy kicsit meg kell mutatni, rá kell lőni az illetőre, vagy engedni, hogy egy kicsit megsérülj, elbújj, és a kutya elvégzi a többit. Szóval ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, remélem élveztetek a videót, remélem hasznos volt, hogy hogyan használjuk a kutyát, mint mondtam, ne rásoljátok agyon magatokat a kutyával vagytok, és ne kempeljétek agyon magatokat, mert nem végzi el igazán a feladatát, mert lassú lesz, inkább vinni kell a kutyát magaddal, és így kicsit megmutatni neki, hogy merre kéne támadni, mert ha nem bírsz lelőni egy tagot, vagy a tag beléd lőtt egy-kettőt, akkor fogja megtámadni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!